Az azorai színkör immár 15 éve próbálja életben tartani a hagyományokat, azokat előadásaik alkalmával továbbadni. A mai magyar falvak már szinte teljesen levetkőzték a régi néphagyományokat. Itt-ott még elméletben, illetve van, ahol még gyakorlatban is fellelhető, de ezek már korán sem olyanok, mint az elvárható lenne, hiszen mindannyiunknak feladata az, hogy értékeinket, népi hagyományainkat megőrizzük. Annak idején Kodály Zoltán is erről beszélt. És hát ezért jött létre a színkör annak idején. Virág Feri bácsi, aki citerázott itt a faluban, mondta el elképzeléseit a citerásoknak. Jámbor József Sancedit pedig megvalósították ezt az ötletet annak idején. És aztán mi olyan jól éreztük magunkat akkor, hogy elhatároztuk, hogy együtt maradunk. És azóta is töretlenül 15 éve minden hétfőn próbálunk. És igyekszünk ezeket a hagyományokat megőrizni, felkutatni, továbbadni a következő generációnak, hogy emlékezzenek az emberek ezekre a szép dolgokra. Amikor még összejártak, beszélgettek, kiültek a ház elé a padra, segítették egymást, énekelték a dalaikat, táncolták a táncaikat, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos megőrizni. A legutóbbi összejövetelnek is ez volt a célja, ahova a környékbeli hagyományőrző csoportok is meghívást kaptak. Mai délután is erről szól, bár nem csak népi hagyományok lesznek a színpadon, hanem egyéb műfajokból is, és a színkörünk pedig visszahozta a régi tollfosztóknak az emlékét. Ezt fogjuk előadni a vendégeknek, amit 15 éve is megcsináltunk. Minden hétfőn próbálunk azóta, amióta elkezdődött az egész népi hagyományoknak az őrzése, és ilyenkor saját magunk kedveléseire is énekelünk, illetve készülünk fellépésekre, mert a környező településeken is fellépünk, illetve helyben, minden rendezvényen. Jó estét, sógorost! Zsúrmúgat, zsúrmúgat! Zsúrmúgatok, zsúrmúgatok, hát átmajott a tezetti való. Az az igazság. Meg hát, ugye rá is érek most a tolkoztóba. Már másmi dolgom nincsen. Hát igen, hogy holnap ad legyenek a tikok, hogy toljanak nagyon sok tojást, mert a mi családunk, nagy családunk van nekünk. A tollfosztó az asszonyok, lányok társas munkája volt a téli időszakban, ami, mint a többi kaláka jellegű munka, egyúttal a közös szórakozás alkalmát is jelentette. Az azorai színkörrel időutazáson vehettek részt az érdeklődők, hiszen előadásuk idejére a színpadra varázsolták a kor hangulatát, amellyel 15 éves fennállásukat is ünnepelték. Régen ugye összejöttek az asszonyok, fiatalok, idősebbek főleg, és egy háznál a libáknak a tollát azért fosztották, hogy a párnákat ugye ezzel töltötték meg. És hát a történet tulajdonképpen ez, hogy fosztogatjuk a tollat, közben nótázunk, eszünk, iszunk, mulatunk, és egy jó kis élmény. Gondolom régen is ez volt, és most nekünk is ez. Az eredeti szerzők, akik ezt összeállították, a Jámbor József és a Sancedit, ők szedték össze ezeket a kis nótákat, az akkori idősebb, nálunk idősebb csoporttagoktól gyűjtögették, vagy hát kérdezgették innen-onnan. Köztudott, hogy Ozorán pillés bőruhás népviseletünk van, de ami ugye rajtam van már, ez is bőruha, de ez a munkásruhának nevezhető. Nincs a színkörnek közös ruhája, viszont kaptunk segítséget annak idején, amikor a szép ruhát varrattuk, hogy az anyagot az önkormányzat állta annak idején, de amúgy mindenkinek a sajátja. A téli időszakban a tollfosztóban énekeltek, beszélgettek, a társasági élet színtere volt a bérelt vagy meghívásra látogatott ház. Adjon Isten erőt, egészséget, a ház lakóinak csendes békességet. Hogy olyan legyen a pince mind a bót, mint az előtt régen volt. Hogy minden ember megbecsülje egymást, mind a gazdag, mind a szegény, mind a tót, mind az előtt régen. Adja Isten, hogy sürklúdi járjon az utcába,
kovászos uborkát tartson a szájába. A liba is sülve járjon, a két szomján kulacsáljon. Az is hozzánk közel áll. Hát adjon Isten minden jót, minden éppen dolfoztól. Poharunknak feneket, hogy ihassunk eleget. Most hát ígyunk a megevett libákért, a tövőbe hizlat kacsákért, s a megfosztott tolláért, a gazdáért, kelmetek kedvéért, és mindannyiunk egészség. Egészség! Egészség! Egészség!